Kik azok? Egy beszélgető műsor a szociális szakmáról, közös ügyekről, a szociális látásmódról. Mert jó volna, ha nem lenne kérdés többé, hogy kik azok a szociálisok. Drága hallgatók, kedves kollégák, egy új műfajba vágunk bele. Ez az egyre kedveltebb podcast műfaj, amiben vendégekkel beszélgetünk a szociális szakmáról, a szociális szakma aktualitásairól, és egy picit mindig a vendégeknek az életútjáról, életpályájáról is. És a mai adásban szó lesz úgyis arról, hogy miért pont Szabóné Varga Valéria lesz az első vendége ennek a podcast sorozatnak. De hallgassuk is meg a rövid életrajzát vagy pályafutását. Szabóné Varga Valéria Balaton mellett született és nőtt fel. Marceliban érettségizett 1976-ban, közgazdasági szakközépiskolában. Házasságkötés után költözött Budapestre, s férjével itt élnek már több mint 40 éve harmonikus házasságban. Két felnőtt gyermeke és két kicsi unokája van. A fővárosba kerüléssel egy időben került kapcsolatba a segítő, szociális munkával. Munka mellett végezte el a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskola szociális szervezőszakát 1986-ban. Első időben a hatósági munka során a környezettanulmányok elkészítése, a segélyezés és a szolgáltatásokhoz való beutalások, igazolások kiadása volt a feladata. Óbudára költözésüket követően került a főváros egyik bentlakásos otthonába mentálhigiénés munkatársnak. Ezt követően lett telephelyvezető, később az intézményvezető helyettesi feladatokat is ellátta. 10 év után a szakmai pályafutásában ismét a hatósági munka következett, de annak alapjaiban történő megváltozása miatt a rászorulókhoz való közelség, a napi velük való találkozás vonzotta vissza az ellátórendszerhez. Így pár hónap után megpályázta Óbudán az alapszolgáltatás intézményvezetői állását, melyet 1997-től 2011-ig közel másfél évtizedig látott el. Közben ismét munka mellett egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Jánosz Pannonius Tudományegyetem humán szervezői szakán, majd 2003-ban szakvizsgázott is idősellátás tématerületen. Jellemző rá a folyamatos tanulás, képzés, amelyből ki kell emelni az ellátott jogi képviselői képzést. Ebben az időszakban hozták létre elhivatott kollégáival Óbudán a tradicionális házi segítés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátás mellett az otthoni szakápolási tevékenységet, majd a fogyatékkal élők részére a támogató szolgálatot. Ebben a munkában sokat jelentett, hogy a harmadik kerületben 6 nyugdíjas ház is működött. Az ott élő időseknek nyújtott szolgáltatásokat a környék lakói között is olyan népszerűvé tudták tenni, ami a kerület vezetésének támogatásával, rendszeres programokkal preventív lehetőséget kínált az öregedés ellen. Ebben az időszakban a Dunakanyar több településén is ellátott szociális szakértői feladatokat. 2011-ben felkérést kapott, hogy legyen az akkor alapított Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgató helyettese. Itt a szociális ágazat mellett betekintést nyert a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának hatósági és finanszírozási feladataiba, országos irányítási teendőibe. Ebben a feladatkörben az Európai Unió támogatási rendszerének a hazai, ágazatot érintő 4 nagyobb informatikai és infrastruktúrális fejlesztési folyamatának is aktív részese lehetett. Véleménye szerint a szakmai pályafutása csúcsát jelentette ez a 3 év, amit ebben a munkakörben töltött, hiszen részese lehetett azoknak a jogalkotási folyamatoknak, amit az előző munkaköreiben csak messziről, végrehajtóként szemlélhetett, és néha őszintén és keményen kritizált is. 2016-ban miniszteri felkérésre tagja lett a szociálpolitikai tanács részeként működő idősellátás országos szakmai kollégiumának. Ettől az évtől szintén miniszteri felkérésre ellátta az Idősbarát Önkormányzati Díj elbíráló bizottságának elnöki feladatait. 2013 őszén visszakerült a fővárosi szakellátásba, ahol egy 646 fő ellátásáról gondoskodó bentlakásos idős ellátó intézmény irányítója lehetett. 7 éven keresztül próbálta munkatársaival az ott élő, kisebb falunyi lakónak a mindennapjait, időskorát szebbé, teljesebbé, saját maguk számára elviselhetőbbé tenni. 2018-ban a legelső csoporttagjaként elvégezte a Semmelweis Egyetemen a mesterszintű szociális vezetőképzést, majd 3 éven át szakmai tanácsadó testületének is tagja lett.
2020-ban a fővárosi önkormányzat Kamaraerdei úti idősek otthonából ment nyugdíjba, 44 év szolgálati idő letöltését követően. Szakmai pályafutás alatt mindig fontos volt számára az ágazatban dolgozók érdekeinek képviselete, munkakörülményeinek javítása, ezért több szakmai civil szervezetnek is alapítója, illetve tagja. Munkáját, elért eredményeit 2009-ben polgármesteri dicsérettel, 2010-ben az idősekért díjjal, majd 2014-ben Pro Caritate díjjal ismerték el. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtál otthonodban minket, és itt lehetünk. Szia, köszönöm Vali. Szépen, mert akkor ezek szerint szia, maradhatunk annál, hogy tegeződünk, tehát nem kell ettől eltérnünk. Hát ezt nem is tesszük már fel kérdésként, főleg amióta az egyetemen sikerült több mint 3000 szociális vezetővel is találkozni, azt gondolom, hogy jogos az, hogy hát akkor tegeződünk ebben a szakmában egyébként. Hát mi meg elég régóta ismerjük egymást valóban, de erről is fogunk ezzel egy-két mondatot mondani. De hát térjünk mondjuk az elejére az életrajzodnak, az ugye feltűnt, hogy nem szociális végzettség az első végzettsége, de a közgazdasági érettségi után. Mégis miért mentél szociális szervezésre? Ez nem volt akkoriban ilyen magától értetődő dolog. Abszolút nem, is egy teljesen véletlen során kerültem én közel, vagy egyáltalán soha nem hallottam én a szociálisról, mert a segítés az evidens volt ott, ahol felnőttem, meg a szüleim körülött is. Tehát nem így nevesítve, nem szakmaként, hanem emberi magatartásként, de úgy alakult, hogy amikor eldőlt, hogy férhez megyek, és Budapestre kerülök, akkor a második kerületbe dolgozott az unokanővérem, és oda az édesanyám még csak abban az esetben járultak hozzá. A házasságkötésünk egy kicsit később lett volna, hogy feljöjjek Budapestre, hogyha van állásom. Tehát ez akkoriban még fontos volt, hogy a biztos megélhetés az garantált legyen, és az unokanővérem a második kerületbe tudott nekem segíteni egy álláshoz, ahol közel kerültem a szociálpolitikai, hát akkor még tanácsi, de aztán később ugye az önkormányzati ellátáshoz. És ott a kollégák annyit mondtak, hogy hát érettségivel túl sokra nem viszem az életben, és hogyha egyáltalán akarok még valamit az életemben elérni, akkor célszerű, hogyha tovább tanulok, és nem állok meg az érettséginél. És akkor úgy evidens volt, hogy ott a csoportvezető, akinek én mai napig is hálás vagyok, dr. Kanyár Béláné volt a csoportvezetőm, és ő mondta, hogy hát akkor tanulnod kell. Ő akkor végezte el a Bárcit, és akkor hát evidens volt, hogy akkor arra feleterelt engem is. A pályafutásod több pontján láthatóan azért az újdonságok azok megjelennek, és ez nagyon sok az elsők között voltál, vagy a különböző kezdeményezésekben, de ez maga az a szak is egyébként teljesen új volt. Abszolút. Akkoriban indult, hát, talán a név is akkoriban került elő először a szakok van, illetve között. Még volt vita is, mert ugye a Ferge professzor asszony akkor indította el az ELTE-n a szociális munkás képzést, és hát a Márcinak meg egy más levelező képzése volt, abszolút gyakorlatra, tehát ők csak olyanok a hallgatókat vettek fel, akik már dolgoztak és a területen dolgoztak, és inkább egy ilyen menedzser képző, tehát arra próbáltak 4 év alatt rávenni bennünket és rávezetni, hogy ha valaki az idős ellátással vagy a segítő szakmában dolgozik zömében, akkor még azért az idős ellátás és a fogyatékkal élők ellátása volt az, ami meghatározó volt, hogy valamilyen elméleti tudással is rendelkezünk azon az ösztönös segíteni szándékon kívül, és ne csak tanfolyami jelleggel, hanem tényleg aki ezt pályafutásának szánja, későbbiekben annak legyen egy diplomája. Aki figyelmesen hallgatta a pályafutásodnak a rövid leírását, azért az észrevette, hogy azért váltakozott, ahogy te mondtad, az irodai, vagy önkormányzati, vagy tanácsi munka, és maga a szolgáltatás irányításban való részvétel. Sőt, még később is akár, hogyha mondjuk a hivatali munkádat nézzük, hát ott is bekerültél egy másik székbe, ugye azért erről is említünk majd még egy-két szót. Alapvetően mik voltak az előnyei vagy a hátrányai, és igazából hol érezted magad jobban? Imádtam annak idején még ugye a tanácsi rendszerben akkor, amikor megismerkedtem ezzel a területtel, mert ott még az előadók, az ügyintézők, az ott dolgozók személyesen mentek ki környezettanulmányra a kérelmezőknek, vagy az éppen az ügyfeleknek a saját élethelyzetét
tényleg végig tudták kísérni, hogyha valaki visszatérő ügyfél volt, de ha egyszeri mondjuk egy katonai családi segélyhez adtunk ki annak idején már igazolásokat, nem is emlékszem már pontosan a nevére, de akkor is meglátogattuk az érintetteket is, tehát volt egy személyes kapcsolat, és nekem ez volt azt hiszem, ami ezen a területen megragadott, hogy nem csak papírokkal, hanem ténylegesen az emberekkel foglalkozhat, és a visszacsatolás is azonnali. Tehát amikor a gesztusokból, a mimikából, a sok mindenből látod azt, hogy az, akinek próbálsz segíteni, legyen az akár hivatali segítés, az érzi is azt, hogy te nem akadékoskodni akarsz, nem valami olyanra akarod ráverni, ami tőle idegen, hanem az ő érdekét szolgálja, és nekem ez mindig nagyon nagyon, nagyon egyetértek veled, hiszen ahogy mondtad is, az is egy segítés. Más közeg, abszolút. És más nyilván a célja is annak a segítésnek, de ugyanúgy az emberhez fordulsz, és ugyanúgy az ő problémáival akarsz, vagy próbálsz meg foglalkozni és segíteni neki. Igen, csak aztán később az élet pályafutásom során, amikor ismét visszakerültem 97-be, akkor már önkormányzati szinten ehhez a feladatkörhöz. Hát ott már teljesen más volt, mert ott az ügyfélszolgálati irodán is állandó munkatársak küldtek, és mi a háttérben ügyintézők lehetett, akár főelőadó is, vagy főtanácsos, vagy bárki, akkor is egy irodában ülve a kollégák által megkapott anyagokból kellett hát határozatokat gyártani. Tehát igazából az már nem volt, nem kapcsolódott semmilyen formában már a konkrétan az ügyfelekhez, illetve a segítettekhez, és ez nem is tetszett nekem. Tehát ez volt az, ami engem akkor az önkormányzati segítésből eltávolított, vagy késztetett arra, hogy én vissza szeretnék menni az ellátó rendszerbe, ahol közvetlen kapcsolatom van. És ott jött egy izgalmas 15 év, kezdődött, hát és jött Óbuda, és most fölidéztem, és szörnyű kimondani, hogy negyed százada ott találkoztunk először. Az óbudai ellátások kapcsán, ugye én akkor még az önkormányzati üléseken, illetve az önkormányzat bizottságában. Illetve még akkor te is 12. kerületben voltál. Igen, ez így van, de úgy kerültem ide, hogy az akkori polgármesterem beleegyezett, hogy külső szakértő lehettek egy másik kerületben, ami egy kicsit ilyen furcsa dolog volt, de volt rá példa később is, ezt ugye tudjuk. Szóval én azért ezt úgy éltem meg annak idején, én ugye 98-tól láttam, te 97-ben kerültél ebbe az állásba, hogy nagyon sok mindent ki lehetett próbálni, Óbuda innovatív volt, abszolút. És támogató az a közeg, de mi minden kellett ahhoz szerinted, hogy, és tényleg, hogyha visszanézünk, bár mondjuk objektíven nehéz ezt látni, hiszen benne voltunk mind a ketten, de mégis azért a legtöbb ember szerint azért, amik itt történtek, azok újszerűek voltak, érdekesek voltak, és én azt gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy kiváló szociális ellátórendszer épült föl. A gyerek jóléttől egészen a bent lakásos idős otthonig. Mi kellett ehhez szerinted? Hát biztos, hogy az új iránti fogékonyság a kerület vezetésében nyitottság is meg kellett, mert nem ők találták ezeket ki nekünk, de hagytak bennünket szárnyalni. Tehát amikor a szakember érzett valamilyen problémát, amire ő a tapasztalata vagy a tudása alapján látta az esetleges megoldást, nem tudta, hogy biztos, hogy jó lesz, de érzett, ráérzett, hogy az út esetleg jó lenne, akkor a kerület vezetése hagyta, hogy természetesen költségek számítása után, meg sok minden után, de hogy mehettünk tovább, és kipróbálhattuk, és létrehozhattuk, és pályázhattunk, és egyáltalán megalkothattuk azokat a szolgáltatási specialitásokat, mert valahol minden a segítéshez kapcsolódott, de ahogy mondtad is, a gyermekvédelem területén is, tényleg amire az élet válaszokat kívánt, vagy a segítő szakmától támogatást kívánt, arra mi megpróbáltuk szakmabeli társainkkal, és tényleg valamennyien ugrottunk mindig az újra. Tehát nem voltunk, nem csak a tudásunkra, vagy a tapasztalatunkra féltékenyek, mert mindig megosztottuk a másikkal a sikerünket és az elgondolásainkat is. Tehát a másik területen dolgozókkal is sikerült azért olyan kapcsolatot. Én ugye az idős ellátásban voltam. Tehát a nyitottság és a tudás megosztás
Abszolút, abszolút itt volt a kerületben, és mondom, a támogatás a vezetőktől. Tehát nagyon és nehéz lett volna támogatás. Úgy, hogyha ők mondjuk nem hagyták volna azt, hogy a szakmai elképzeléseinket megvalósítsuk. Persze természetesen ez a siker a kerületben élőknek, és a kerület vezetőinek is a sikere volt, nem csak a szakmabelieknek. Ebből kiemelnék azért egyet, ami nagyon, már akkor is nagyon újszerű volt, és még ma is kevés példa van rá, hiszen ahogy te magad is az életutatban kiemelted, szinte az elsők között hoztál be egészségügyi szolgáltatásokat is az idős ellátásban, hiszen az otthoni szakápolást sikeresen beemelted a tevékenységi körödbe, illetve hát az intézményed irányítása alá kerülhetett ez az egészségügyi szolgáltatás is. Hogy sikerült ez? Azért kívülről azt lehet látni, hogy bár nagyon hasonlónak tűnhet az egészségügy és a szociális szolgáltatási rendszer, de lássuk be, ennek az összehangolása, együttműködése az nagyon kevés jó példát mutatott. Ez miért sikerült? Mi volt a titka? Megint csak azt mondom, hogy jókor jött az ötlet, jókor. És ezt nem lennék valós, hogyha azt mondanám, hogy az én ötletem volt, hiszen mikor én 97-ben oda kerültem már az intézményhez, akkor már az ott dolgozó kollégák előkészítették, csak nekem adatott meg azt, hogy 98-ban magával a támogatási rendszerben, mert ebben az egész dologban az volt az új, hogy bennünket még befogadott az egészségbiztosítási pénztár is támogat. Mert aztán utána sorra a szociális intézmények rájöttek arra, hogy az a szakápolás, ami a kórházi kiváltásról szólt, arról, hogy ne kelljen annak, akinek nem feltétlenül szükséges a 24 órás orvosi kontroll meg a kórházi környezet, annak tudjanak a szakápolási végzettséggel rendelkező kollégák az otthonukba is olyan támogatást, segítséget nyújtani, gyógyulást biztosítani, ami megvalósítható. Ez nem új, illetve lehet, hogy az is újszerű volt, de ez beleillett a segítő szakmába. De az, hogy az olyan szinte természetesnek hát tűnt. Hát elvileg igen, az is lenne, a mai napig is az kéne, hogy legyen. És aztán most ismét felerősödött az az irányzat, hogy miért kell egy kórházi struktúrát fenntartani és finanszírozni ahhoz, hogyha egyébként a beteg otthonában sokkal jobban gyógyul, mert a saját megszokott életterében mindenki gyorsabban gyógyul. Természetesen vannak lehető vagy betegségek, aminél ez nem működik, de ahol működik, akkor ezről szól mostanában már az egynapos sebészet, meg sok minden egyéb, amit tényleg rájött az egészségügy is, hogy célszerű otthon, de otthon is segíteni kell, mert nem biztos, hogy egy laikus családtag is meg tud mindent tenni olyan szakszerűen, mint egy szakápoló, hiszen azért a sebkötözéstől és sok minden egyébnek vannak azért olyan szakmai elvárásai, amit tudni kell, és nem biztos, hogy jó szándékú családtag tudja ezt. Igen, és azért emlékszem, hogy még ekkoriban került elő legelőször az, hát nem is tudom, talán azt is mondhatjuk, hogy innovációs vagy innovatív ötlet, hogy az országban több mint 50 000 vannak úgynevezett ápolási díjon, és erre emlékszem, hogy ez Óbudán sem sikerült megtenni, mert egyébként nyilván ehhez központi intézkedések, illetve jogszabálymódosítások kellettek volna, hogy az ő munkájukat, akik ugye a teljesen laikus és a félig képzett vagy képzett munkaerő között vannak valahol, hiszen már találkoztak azért ápolási vagy gondozási feladatokkal, és ez azért mai napig adóssága egyébként a szakmának. Szerintem ott van egy puffer, van egy lehetőség, bár az ápolási díjrendszere azért változni tudott valamelyest, de szerintem azért ennek a bevonhatóságát is újra elő kellene majd venni, és szerintem bővíteni lenne, csak így eszembe jutott hogy ezen az innováción, ha tudtunk volna tovább menni, akkor ez jó lett volna. Nagyon fontos volt, hogy akkor úgy jött ki, hogy az otthoni szakápolásnak egy speciális teamként kell működnie. És ezt én azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon nehezen tudunk a magyar egészségügy és a szociális ágazatban dolgozók elfogadni, vagy a gyakorlatban megvalósítani. Amikor beszélsz róla, mindenki egyetért vele. De a gyakorlati kivitelezésénél csúszik el ez a történet, és itt a szakápolásnál jogszabály előírta, hogy kiknek kell ebben a szakmai tímben részt venni, ugyanúgy az orvostól elkészítő a pszichológusaik, a szakápolók. Tehát volt egy olyan tím, akik tudták, hogy a másik támogatása nélkül ők sem tudnak, mert nem mindig a kezelő orvossal kellett olyan szoros kapcsolatot tartani, hetente össze tudtak jönni a szakmai problémáikat orvos tanácsadóval a csoportban résztvevő orvos utasításai támogatása mellett tudták végezni, és azért ez is hozzájárult ahhoz, hogy sikeres volt, és mindig kevés volt az a vizitszám, amit kaptunk a finanszírozásban, mert sokkal többre lett volna igény a kerületben. De alapvetően, ahogy hangsúlyoztad, és megmondtad, hát igen, de az együttműködésen is múlott, tehát az is egy kulcs szó itt.
És akkor az életed során jött egyszer csak a hivatal. Az NRS számára eszembe jut, hogy ugye Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal volt a neve, amíg volt ez a hivatal, bár annak idején pont fordítva a szociálist akartuk előbbre tenni a hivatalban, mert hogy jó lett volna, hogyha az domborodik ki, és hiszen azért az hiányzik az ágazatban, vagy hiányzott, és most is hiányzik az ágazatban, hogy legyen egy középirányító szerv. De hát a közigazgatási államtitkár azt annól nem hagyta, úgyhogy így lett az NRSH. Itt igazából csak egy apróság, vagy egy kérdés az, ami benne munkál, hogy mi az, amit onnan pozitívumként hoztál, mert a bürokráciával te is küzdöttél, én emlékszem ezekre, én magam is bármilyen furcsa, de tényleg azzal volt a legtöbb problémám, hogy ezek a nagy bürokratikus szervezetek hogy mozdíthatók meg jó ügyek irányában. És voltak ugye jó ügyek, ez nem igaz, is egy, nem is egy, nagy fejlesztések. Mi az, amit pozitívumként? Abszolút hálás vagyok mindenkinek, aki ebben közreműködött, többek között neked is, mert nagyon-nagyon fura volt sok évet, mondhatni évtizedet letölteni úgy a segítő szakmában, hogy a jogalkotói, a felső irányítói szintet messziről láttad, kerületi szinten természetesen része voltunk, az egészen más is volt. De akkor, amikor egy jogszabálynak a végrehajtójaként nem érted, hogy mi lehetett a jogalkotónak a szándéka, mert ez legtöbbször nagyon-nagyon nehezen jön át egy jogszabályból, még a végrehajtási utasításokból sem mindig, de végre kellett hajtani. És akkor, amikor ott közel a jogalkotáshoz, abban a szerepben megláttam, hogy tényleg a bürokráciának milyen általam előzőleg nem ismert bugyrai vannak, amit nem biztos, hogy még szakmában dolgozva is ismer az ember, és hogy mennyire fontos. Azt mindig tudtuk, hogy a kis részletekben bújik el egy jogszabályban a lényeg, de hogy egy vesző és egy és egy vagy mennyiben módosítja azt a jogszabályt, ami akkor a parlamentben elfogadásra került, vagy kihirdetésre került. Ez biztos, hogy számomra egy új és érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon felemelő érzés volt, hogy ennek részese lehettem. A másik pedig az, hogy tényleg rálátni az ország egészére, hogy milyen ellátási különbségek vannak. Ugye én, ha így nézzük, akkor egy bugyorban éltem, mert hogy a második kerületnek is volt egy varázsa, Ógudának is mindig volt egy kiemelkedő, az ellátásban egyértelműen meghatározó szerepe, de látni azt, hogy az országnak azért vannak olyan területei, ahol a fogalmat sem nagyon ismerik, ami nekünk már evidens volt, vagy hogy mekkora különbségek vannak, akár szakemberek hozzáállásában, tudásában is, és hogy milyen fontos lenne, hogy ez az esélyegyenlőség mindenhol az ország bármelyik területén megteremtődjön. Hát ezt részben vagy sikerült ugye a pályáztatási rendszerbe befogadásokkal segíteni, vagy nem. Igazából annak ellenére, hogy a 3 évet töltöttem ugye ebben a hivatalban, és volt egy abszolút felívelő része a dolognak, és ezt nagyon-nagyon élveztem, és nagyon-nagyon szerettem. Amikor már a 3. évben éreztem, hogy a szociális terület hátrányba kerül, és hát ugye annak idején akkor jött létre a mostani Szociális Gyermek és Védelmi Főigazgatóság, az SZGF. Az állami fenntartó. Így van. Hát ott már voltak szakmai kérdéseim és kételjeim, hogy az biztos, hogy jó lesz. Változatlanul állítom, hogy egy döntést a problémától minél távolabb viszünk, az annál kevésbé lesz hatékony és gazdaságos. Hát igazából azt hiszem, hogy jókor lett vége, még akkor is, hogyha nem én akartam, hogy vége legyen, de így pozitív, abszolút pozitív élményeket hozok onnan. Én is kiemelnék egy dolgot. Én emlékszem arra, hogy pont azért, mert hogy hiány volt 2015 szakmai fórumokból, műhelyi beszélgetésekből, hogy ti ezt elkezdtétek, helyet adtatok, ásványvizet, pogácsát, ez nagyon fontos egy megbeszélése, és alapvetően egy picikét a szakmai építésével is foglalkoztatok. Ez ma már ugye egy másik pályán megy, és nagyon reméljük, hogy azért az is működőképes modell, de akkoriban az a hiánypótló volt, arra teljesen emlékszem. De hát, ahogyan elhangzott az életrajzodban is, az érdekvédelem sem állt távol tőled, sőt, hát az is egy közismert dolog, hogy ennek a podcastnak ugye két gazdája van, úgymond, a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Tudásközpontja, illetve a SZOSZAK, a Szociális Szakmai Közösség Egyesület, amelynek az elnökeként is beszélgetünk. Hogy látod? Én azért arra is emlékszem, még a pontos kérdésem megfogalmazása, arra is emlékszem, hogy
Óbudán, talán még a Magyar Szociálpolitikai Társaságnak is volt küldött gyűlése, de biztos, hogy volt a SZIME bizonyos tagozatainak is gyűlése. Egy egészen érdekes, nem nagyon forró pezsgő, de valamennyire pezsgő szakmai élet volt korábban, és ugye ráadásul a SZIME-nek is a tagja vagy, és sőt, talán valamilyen tisztséged is volt, de ezt majd mindjárt elmondod, de nem volt, akkor ezt nem is forszírozom, de benne voltál szakmai testületében, ha jól emlékszem az emlékeim szerint. Szóval, hogy látod az érdekvédelem, amiről a kollégák például az egyetemen azt mondják, hogy már ugye a hallgatóink, hogy nagyon gyenge, nem áll igazából a szakma érdekében, vagy nem szolgálja a szakma érdekeit nagyon sokszor az a szervezeti háló, és most teljesen mindegy, hogy szakszervezetekről, civil szervezetekről, vagy más szereplőkről beszélünk. Hol csúszott ez el? Vagy ennek nem is volt igazából még kialakult közege, vagy hol lehetnének itt a pozitív beavatkozási érdekes pontok? Érdekes dolog, mert az idősellátás területéről nagyon sok kollégával, szinte majdnem minden szervezetnek igyekeztünk a tagjai, legalább a tagjai lenni, hogy egyáltalán az információkhoz hozzájussunk, vagy hogy a tapasztalatok megosztásához hozzájussunk. Tehát abszolút a szakmai pályafutásunkhoz nélkülözhetetlen volt, hogy ezeken a találkozókon részt vegyünk. Igazából én nagyon-nagyon sajnálom, hogy az egészségügynek ugye sikerült létrehoznia a kamarát, nekünk nem sikerült. Lehet, hogy nem a kimondott érdekvédelem lett volna annak is az erőssége, és ami miatt nagyon sokan csatlakoztak volna ehhez a kamarához, de lett volna egy olyan szervezet, ami összefogta volna a különböző, mert óhatatlan, mindenki más, tehát itt a szakemberek is, a szociális segítő szakmában dolgozók is, ugyanazt a problémát is sokféleképpen látjuk. Tehát nem biztos, hogy egy szervezet... Ráadásul nagyon széttagolt a szolgáltatási rendszerünk. Hogy a szolgáltatási oldala is biztos, hogy sokszínű. De tényleg a segítőknek is az érdekvédelmét, mert hogy az első kérdésed ugye arról szólt volna, hogy miért nem tudjuk az érdekeinket úgy képviselni, ahogy megérdemelni, joggal megérdemelni ez a szakma. Egyrészt mindig próbálunk segítőként a háttérben maradni, tehát soha nem az a jó segítő, aki veri a mellét, és azt mondja, hogy én ezt megesztettem. Tehát ebből is biztos, hogy adódik, hogy nem tudjuk a saját eredményeinket, értékeinket úgy közzétenni, mint ahogy azt megérdemelni, mert tényleg azt gondolom, hogy gyógyítani is egy nagyon-nagyon szép szakma, tanítani az ifjúságot nagyon-nagyon szép szakma, de az embereknek a bajba jutott időszakában ott állni és segíteni, és a legintimebb dolgaikban részt vállalni, hát ez sem különbebb, és ez is megérdemelne ugyanolyan társadalmi elismertséget, mint mondjuk a többi. Azok is abszolút, még mindig nem kapják meg azt, amit kellene, főleg a napjainkban, de nem ő kárárukra, hanem tényleg a szakma előnyére kellett volna, hogy akkor létrejöjjön ez a kamara. Én azért láttam ebben a megoldást, vagy láttam volna, mert akkor a sokszínűséget valahol a kamara tudta volna úgy egyesíteni, ami kellene ahhoz, hogy az erő azért megjelenjen valamilyen szinten, mert soha nem tudunk széttagoltan érdeket érvényesíteni. Igen, és nagyon sokan azt gondolják, hogy bármilyen érdekérvényesítés az politika. Annyiban igen, hogy nyilván a közpolitikához van valami köze, hiszen maga a szociális szolgáltatási rendszerünk is a közpolitikai mezőben valósul meg, hiszen az állam tartja fönt, hiszen az állam határozza meg a kereteit is, de maga az érdekvédelem az valóban elcsúszhat. És ráadásul ehhez azért voltak neked kemény főnökeid, akár csak Tarlós István, vagy akár Balogh Zoltán miniszter úr, ha gondolunk. Vagy érzékelted-e azt, hogy nem mondhatsz ki dolgokat valami miatt? Tehát volt-e így a pályafutásod alatt során olyan nyomás, hogy ezt most inkább nem kellene megfogalmazni? Természetesen, ilyen mindenkinek van szerintem, meg maga a logika is azt kívánja, hát az ember gondolkodik, és tudja azt, hogy saját maga ellensége nem biztos, hogy mindig akar lenni. Van egy határ, amíg azt gondolom, hogy el lehet menni. Én ezeket a határokat eléggé feszegettem annak idején, mert soha nem az önös érdekem vezérelt, hanem az a csapat, az a munkatársi kollektíva, vagy a segítettek érdekei vezéreltek akkor, amikor így megfogalmazottam egy-egy kritikát. De azért mondtam a két erősen bennevét, mert hogy Tarlós főpolgármester és Balogh miniszter úr is, én azt gondolom, hogy szerette,
Sőt, azt nagyon tisztelte, hogyha valaki a véleményét megformálva ezt elmondta, el tudtam mondani, és nyilvánvalóan, még egyszer mondom, nem a kötözködés, hanem a tényleges kritika oldaláról. A kritikai gondolkodásnak azért ők hívei voltak. Ez így van. Én azt hiszem, hogy mindig tiszteltem azt a munkát, amit, meg azt a felelősséget, amit ők végeztek. Tehát soha nem olyan dolgokkal, kritikákkal, vagy véleménnyel zavartam, vagy bombáztam őket, ami nem volt valós, és nem volt mondjuk az ő érdekük is, hogy figyeljenek rá. Nem minden ilyen szintű vezetőnek nem is dolga, hogy olyan mélyen ismerje azokat a problémákat, amiket mi a terepen dolgozók láttunk, érzékeltünk, de azt, ha jól megfogalmazta az ember és közvetítette, ők voltak döntési helyzetben. Tehát, hogyha nekik a munkájukat azzal tudtam segíteni, hogy kritikát fogalmaztam meg, hol élesebben, hol kicsit diplomatikusabban, de tudtam azt, hogy nem ártok nekik sem, hanem az ő döntésüket próbálom meg kierőltetni. Ez nem jó szó, mert végülis mindegyik azt hiszem, hogy hagyott dolgozni. Tehát nem, az NLSZ-nál más volt a helyzet, hiszen ott én főigazgató helyettes voltam, ott azért volt egy főigazgató, aki ezeket a problémákat miniszteri szinten, vagy államtitkári szinten képviselte, tehát ott azért egy más szerepem volt. De ott is megpróbáltam, főleg a szociális ágazatnak a markánsabb megjelenését a hivatalon belül. Fontosnak tartottam nagyon a megváltozott munkaképességűekkel való foglalkozást is, csak azt is másik irányból közelítettem volna meg. Ugye a mi időszakunkban dolgozták át azt a FNO rendszert, aminek alapján még azt hiszem, hogy most is dolgoznak. Nagyon-nagyon sok kritika éri mai napig is, meg akkor, meg aztán az átalakítás kapcsán ugyan számos tüntetést és sok minden társadalmi szakmák elégedetlenségével kellett akkor a hivatalnak is, és az akkor regnáló minisztériumnak is megküzdeni. Pontosan az miatt, mert egy régi rendszert, amit akkor sem tartottak jónak, senki nem tartott jónak, de az újnak az elfogadása, bevezetése borzasztó nagy ellenállást váltott ki, akár a bányászok részéről, akár a fegyveres testületek részéről, tehát sokan voltak. Nem ezzel volt a baj, de az emberség, az, aki akkor valamilyen oknál fogva, legfőképpen ugye az egészség károsodása okánál fogva, nem tudta azt a feladatot ellátni, amit előzőleg tanult, vagy amire a képesítése, vagy a jogviszonya lehetőséget adott, ő olyan kiszolgáltatott helyzetben érezte magát, és milyen érdekes, ott is a legtöbbször azt fogalmazták meg az érintettek, hogy de hát nem is figyelt oda az orvos rám. Nem is hallgattak meg, nem tudták, hogy egy-egy vizsgálat előtt az az orvos csoport órákat töltött azzal, hogy az összes addigi leletét átnézte. Tehát mire ő beérkezett a vizsgálóban, már tudták azt, hogy ő milyen betegségeken, milyen gyógyszereket, milyen kezeléseken esett. Tehát mindent tudtak. Ő csak azt látta, hogy őt kevésbé hallgatják, meg őt kevésbé helyezik a központba, és hát emiatt nem is nagyon tudták elfogadni azt a rendszert, hogy megváltozott, pedig igazából azt gondolom, hogy ha valakinek nem az egészség károsodása, hanem a meglévő egészségi állapotára szól a vizsgálat, az azért van egy pozitív üzenete. Tehát ott is volt egy ilyen lázadásom, nem lázadásom volt ez, de igyekeztem azért kritikát megfogalmazni, hogy... Én azért emlékszem, erre így van akkoriban a szociális szakértők szerepéről. Elég sokat beszélgettünk, hogyan lehet ezt megerősíteni, illetve amit kimondtál, vagy céloztál, ez a humán arca, az emberi arcának a megerősítése, hiszen az egy rendkívül kiszolgáltatott helyzet, amikor valaki egy ilyen bizottság, vagy bármiféle helyzetben egyébként egy grémium elé kell járulnia és a saját igazát alátámasztania annak ellenére, hogy ezek viszonylag... olyan papírokra, vagy olyan dokumentumokra épülő eljárások, amelyeket ritkán kérdőjeleznek meg, de akkor is van egy humán arc. Ez az, ahogy a szociális szakértő, illetve foglalkoztatási szakértők is szerepet kaptak, hangsúlyosabb szerepet kaptak a bizottságokban. Én azt hiszem, hogy nem véletlenül jött az, hogy igen, ott már, amikor az ő hozzájuk kerültek az ügyfelek, paciensek, akkor az ő interjúik során már érezték azt, hogy itt nem ellenük, hanem mellettük szól ez a történet, és igyekszik keresni ez a két szakma is azt, hogy hol tudná ő a teljes életét élni, független attól, hogy előzőleg milyen egészségkárosodást szenvedett el.
formátumunk egyik fontos vagy tervezett fix eleme, hogy aktuális kérdéseket is a beszélgetésbe próbálunk beleszőni, és két ilyen aktualitást említenék meg. Az egyik, az egy nyilván sokkal konkrétabb és közelebb áll hozzád. Nem olyan régen a sajtó több pontján írott és hallható, látható sajtónak a több pontján is megjelent, hogy újra egy időseket becsapó, illegális idősek otthonára csapott le az állam, illetve zárta be ezeket, vagy ezt a helyet is például. Ez ugye Kecskemét volt ez a legutóbbi példa, amit hallhattunk. Mit gondolsz, mit jelent ez a szakmának? Lehet, kell-e ez ellen tennünk? Hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy hát azért lehetséges ezeknek a kialakulása és igénybevétele, mert hát valamilyen hiányra reagálnak, hiányt pótolnak. Van ezzel dolgunk? Van-e a szociális szakmának dolga szerinted ezzel a jelenséggel? Határozottan igen. Tehát nem is tudja más megoldani tehát ezt a helyzetet. Tehát nem a bűnöldözésé, hanem nem, úgy érzed ez a szakmai nem, is. Én azt gondolom, hogy a szakmai, hiszen ki értesül legelőször arról, hogy van ilyen szolgáltatás? A területen dolgozó szakemberek. Ők fogják látni azt, hogy egyrészt vagy gondozottjaik kerülnek be ebbe az ellátásba, vagy a területükön működik, és akkor azért hallani fognak róla, és hát abszolút hiányt próbálnak meg nagyon-nagyon rossz eszközökkel pótolni. Mert azt is látnunk kell, hogy akkor, amikor az idős ellátásban ilyen fokú a demenciának a jelenléte, akkor, amikor egy demens családtagot a legszeretőbb család sem tudja az otthonában ellátni, mert fizikailag is, és mentálisan képtelenség. Vannak olyan fokozatok természetesen, ami nem érinti ezt a kategóriát, de amikor már eljutott odáig a családtag, akkor lehetetlen családi környezetben ellátni, és nincsen szabad kapacitása az ellátórendszernek, ahova, ha eljut ilyen helyzetbe a család, akkor legalább azt a biztonsági érzetet megadva egyrészt maguknak is, meg a család, demens családtagjuknak is, hogy szakértő környezetben lehetnek, nincs. Nem tudnak, éveket kéne várni rá. Kórházi osztályok dobálóznak a betegekkel, mert sehol nincs helyük, bekerülnek pszichiátriára, hát ők nem pszichiátriai betegek. Mégis ott landolnak legjobb esetben, vagy nem is tudom, hogy mondjam, legrosszabb esetben, mert nem az épülésüket fogja szolgálni, nem azt a nem a rehabilitáció, mert sajnos a demenciából nem lehet kigyógyulni, ezt tudjuk, de mégiscsak emberhez méltó megélését tudná biztosítani akkor a társadalom, hogyha lenne olyan ellátórendszere, van, csak megfelelő kapacitása bíró ellátórendszere, ahol ezek az emberek méltóan élhetnék. Éppen átalakulás alatt ennek az egészségügyi lában, mint halljuk, nagyon határozottan, hiszen most egy nagyon határozott miniszter irányítása alatt van ez a terület is. Ugye ez a krónikus, vagy egyes krónikus ágyaknak az átalakítása, illetve a nagyon régen megálmodott és szövegszerűen már a törvénybe beemelt szakápolási szolgáltatásnak a kialakítása, de nyilván ez is egy idő, ezt is bele kell illeszteni a szolgáltatási folyamba. Van egy másik jelenség, ami egyébként engem személyesen jobban bánt, hogy ezek az időseket átverő és az időseket kihasználó, becsapó, nagyon sok esetben meglopó helyek, helyzetek, nem is akarom ezeket idősek otthonának se nevezni. Valószínűleg nem is azok. Ezek időnként elkapják őket, bezárják, majd ugyanezek az emberek, vagy ezek a csoportok nyitnak valahol máshol egy újat. Hogy lehetne ezt megfogni? Nem lehetne valamilyen fekete listát, vagy egy ilyen bárlistát, nem is tudom, hogy minek nevezzem, működtetni, vagy magának a szakmának kellene ezt úgymond magát távol tartani ettől a dologtól, vagy valahogy ez a kilökni az idegen testet magából. Nem tudom megfogalmazni pontosan. De érzem, hogy valamit tennünk kell, vagy tennie kellene, mert hogy ez a jelenség, ez itt van, és ahogy te is mondod, ahogy növekszik, hiszen a népességen belül is növekszik ennek a problémának a súlya, és a súlyossága is, hiszen a várható élettartam növekedésével az ápolási szükségletek is növekednek, ez teljes, sőt, szemmel látható szinte évről évre az ellátóhelyek, az intézmények ezt jelzik vissza, hogy tapinthatóan egyre növekszik ez a probléma, akkor ez a probléma itt marad, és valószínűleg továbbra is lesznek illegális otthonok.
mindenképpen szükség lenne arra, hogy nagyon nyilvánosságot is kapjanak, bár természetesen felkapja az ember a közhalandó állampolgár, hogyha egy ilyet hal közmédiában vagy bárhol. És akkor abban a pár percig el is gondolkodik, és együtt is érez, és aztán két perc múlva halad tovább az élet, és elfelejti, viszont a szakmának nem szabadna hagyni, hogy elfelejtődjenek ezek az esetek, és hát lehet, hogy nem biztos, hogy jó ez a fekete lista, de valami kellene, hogy maradandóan jelezze, hogy az a tulajdonos, mert valahol azért mindig van egy ügyvezető, vagy egy valaki, aki vagy természetes személy, vagy tök mindegy, de hogy annak az embernek, aki embertelen sorsra kényszerít időseket vagy rászorultakat, soha többet ne legyen esély arra, hogy újat tudjon indítani, mert itt ez a borzasztó, hogy tudjuk, hogy nem véletlenül engedély nélkül, indítottam, mert ő tisztában volt azzal, hogy engedélyköteles tevékenységet végez, csak ki tudott bújni a sok előírás alól ezzel. De hogy ne legyen módja két hónap múlva a következőt létrehozni, és újabb idős embereket, vagy rászoruló embereket megaláznia, vagy becsapnia. Tehát mindenképpen valaminek lennie kéne. Én azt gondolom, hogy erre csak a szakma képes, mert hogyha most akármilyen hivatal, hát addig, amíg az engedélyeztető hatósághoz nem fordul, nem tudja, hogy van. És ahogy az előbb is mondtam, hogy ki tud először ezekről, egyrészt az érintetti kör, természetesen, csak ők nem biztos, hogy érdekük az, hogy szóvá tegyék, meg még az elején nem is biztos, hogy tudják, hogy ez számukra rossz lesz, mert vannak olyan engedély nélküli hasonló szolgáltatások, ami az elején még emberi környezetet is biztosít, és jót is ígér, és úgy néz ki, hogy jó lesz, de aztán mégsem, én gondolok itt, amikor a lakhatás biztosításaként kezdtek el engedély nélkül szolgáltatni, tehát ott azokban a szolgáltatásokban még nem is azt láttad, hogy megalázó lenne, vonzó volt családtagoknak is, meg az időseknek is, de ez, amiről most hallottunk a napokban, az meg egészen megdöbbentő, és egészen felháborító, hogy ilyen lehet ma Magyarországon, de ezt én azt gondolom, hogy csak a területen dolgozók veszik észre, csak hogy aztán ők szóvá merik-e tenni, vagy sem, akarják-e, vagy sem, ez meg már megint majd egy másik téma. A gyermekvédelemben azért történt ehhez szerintem egy nagyon hasonló helyzetben, vagy helyzetre reagálva egy lépés, ahol az erkölcsi bizonyítvány kiadását megtagadhatják attól, akinek valamiféle olyan súlyos gyermekbántalmazásos, vagy szexuális kizsákmányolás, vagy bármi hasonló bűncselekménnyel kapcsolatos esete, ügye volt már valaha az életben. Ők egy olyan listán vannak, akik nem tudnak már elhelyezkedni utána a gyermekvédelmi intézményben. Az ismereteim szerint ez működik, és nyilván amikor bekérik egy foglalkoztatásra jelentkező esetén az erkölcsi bizonyítványt, akkor ez ott benne van. Hát lehet, hogy valami hasonlóra lenne szükség esetleg ezen a területen is, mert kisebb súlyúnak tűnik egy gyerek életéhez képest, de én azt gondolom, hogy nem is lehet összehasonlítani. Tehát 30 idős embert becsapni, átverni, és életében meg lehet, hogy egy olyan súlyos szomatikus vagy pszichoszomatikus problémát okozni hát ezzel. Biztos, hogy maradandó sérülést okoznak ezzel. Tehát tudjuk, hogy nagyon sokan bele is halnak abban a helyzetben, így van. És az idős emberek meg fel is mérik még jobban, a gyermek érzi, de ő meg tudja esetleg jobb esetben, hogy őt most kizsákmányolták, vagy kihasználták. Nem szorosan kapcsolódik ide, bár a szakma megbecsüléséről szól a következő hír, amiről a véleményedet mindenképpen szeretném kérdezni. Így zárásként a pénzcentrum.hu internetes portál készített egy felmérést az olvasói körében, hogy mely szakmák alul vagy túlfizetettek 2023-as ez a felmérés, tehát évelején készült, és hát nagyon nem meglepő módon a mi szakmánk nem a túlfizetett szakma soraiba vagy körébe került, tehát nem a bankár és az ügyvéd, és nem sorolom föl, ez ott megtalálható. De ami nekem feltűnő volt, és érdekes, hogy a listában előrébb végeztünk, mint akár a pedagógusok, vagy akár az egészségügyi dolgozók. Ez a lista tehát azt tükrözi, hogy a pénzcentrum.hu-nak az olvasói szerint, tehát ez nem a tényleges fizetésekről, hanem hogy szerintük ez hogyan alakul. Miért lehet a közvéleménynek az az érzése, hogy a szociális ágazatnál is
adófizetettebb, akár egy pedagógus, akár egy egészségügyi dolgozó. Holott tudjuk, hogy nem így van, mert azért ugyan mindegyik közalkalmazotti bértábla szerinti fizetésből él, de hát azért egy pedagógus fizetés még mindig meghaladja a szociális területen dolgozóknak a fizetését. Bár az egészségügyről nem is beszél, hát, ahol azért tervezhető bérrendezések során nem véletlenül van már 2016 óta olyan mértékű munkaerő hiány a szociális ágazatban, ami néha már a szolgáltatásoknak a biztonságos nyújtását is kockáztatja, és ez az a baj, hogy nem is fog javulni nagyon, mert ha nem javul a bérezés, illetve hát a megbecsülése ezen a területen dolgozóknak, nem véletlenül nem tudnak ma már akár szakokat elindítani a felsőoktatásban, mert nincs jelentkező, vagy tanfolyamokra alig van jelentkező, ahol tényleg elhivatott szakemberek, fiatal szakemberek jelentkeznének a szociális segítő szakmára. Talán azért érzik így az emberek, mert hogyha ha ők érintettek, akkor ugye azt érzékelik, hogy amennyi térítési díjakat, szolgáltatási díjakat fizetnek a hozzátartozójuk ellátásáért, az valami miatt eleve, hogy ezen a területen is van térítési díj, nagyon sok embert meglep. Uh-huh. Nem véletlenül, ezt ugye mi szakemberek úgy szoktuk hallani az idősektől, hogy de nekem ez jár. Hát én ezért megdolgoztam. Hát én végig dolgoztam az életemet, nehogy már most ezért is fizetni kelljen, teszem azt, hogy kapok egy tál meleg ételt. És tudjuk, hogy nem TB alapú abszolút, a szolgáltatások finanszírozása. Tehát nincs ilyen biztosítás. Nem gondoskodtunk magunkról, hiába gondoljuk azt, hogy majd az ápolásunkról majd gondoskodnak, mert fizettük egész életünkben munkánk, jogviszonyaink során az egészségügyi járulékot. Nem fedezi, nem terjed ki a szociális szolgáltatások biztosítási alapjaként, vagy finanszírozási alapjaként, és egy picit akkor visszautalok, majd kivágod, ha akarod, erre, hogy most változni fog szerinted azzal, hogy a szociális ágazatba kerül az egészségügynek egy része, ahol tudjuk, hogy sokkal alul finanszírozottabb a szolgáltatás finanszírozása, mint mondjuk az egészségügyben. Zárójelbe zárva, és tényleg nem akarom ezt feszegetni, mert a rászorulók, a betegek szempontjából lehet, hogy előnyt fog jelenteni, és ezért én is támogatom, meg pártolom ezt a kormányzati döntést is most, mert azt gondolom, hogy talán a szociális szakmában, és most bocsánat, de nem csak azt a papucsot tudjuk oda tenni az ágy elé, ami megkülönbözteti a kórházi ellátást és a szociális ellátást, hanem attól azért valamelyes többet, és pontosan ott van az, hogy a szociális szakmán belül azért még működik az a teamrendszer, amit én az elején a szakápolásnál mondtam, hogy elengedhetetlen, hogyha az embert, a segítségre szorulót tekintjük központba, akkor nem elég ma már egy szakmának a jelenléte, hanem igenis ott kell legyen a mentálhigiénés, és ott kell, hogy legyen, ha kell a hitélet támogató, ott kell, hogy legyen, ha kell a szakápoló, az ápoló, a gondozó, tehát mindenki, de a dietetikus is, mindenkinek ott kell lenni ahhoz, és ez még talán nem okoz egy intézményen vagy egy szolgáltatáson belül presztízst a szakterületek között, míg hogyha ezt a másik területnek kell hozzáadnia, akkor biztos, hogy az értékrendek elcsúsznak, és nem az eredmény lesz a központban, hanem a féltékenység, vagy nem tudom mi. És visszatérve a bérezésre, talán a szolgáltatási díjak miatt érzik azt, hogy mi többet kereshetünk ebben az ágazatban. Ez nagyon-nagyon érdekes gondolat, és tényleg, ahogy így most, ahogy mondtad, végig gondoltam, igen, ez egészen biztos, hiszen a másik két ágazatban, mert az egészségügyben ugye most már tilos is, igen, tiltott dolog is, üldözött. Elvileg. És halljuk azért, hogy gyakorlatilag, hiszen igen, van, akiket még le is tartóztattak ilyen esetek miatt, ahol elfogadtak paraszolvenciát. Pedagógus pályán pedig tudjuk, hogy ez nem így működik, kivéve ugye a fizetős iskolák, ami egy másik szisztéma és másik rendszer. Én egy egyszerűbb magyarázatot véltem ebben, mégpedig egész egyszerűen az látható, hogy a pedagógusok most ugye már nem csak a bérük miatt, hanem az egész ágazatuk helyzete miatt kiállnak magukért. Az egészségügy nagyon sok esetben akár sztrájk szervezéssel is fellépve, de mindenképpen és sok fórumon jelesül mondjuk, vagy első helyen az orvosi kamara fölvállalta például a szakdolgozói bérezésnek a helyzetét, de
és utalva a beszélgetés egy másik pontjára, ugye a kamara is működik az egészségügyben, tehát a szakdolgozói kamara is, hogy volt egy erőteljes fellépés, és ezért azt gondolhatja esetleg a figyelő hallgató többség, hogy hát akkor ezeken a területeken tényleg a bérek alacsonyabbak. A szociális területről nagyon-nagyon régen volt olyan akció, én azért arra emlékszem, egy 5-6 évvel ezelőtt a Facebookon volt egy ilyen akciósorozat, ahol a konkrét személyek konkrét béreket megmutatva próbálta a közvélemény figyelmét is felhívni arra, hogy itt azért van egy nagy elmaradás, és szerintem van egy nagy adóssága a társadalomnak irányunkban. Végül a beszélgetés végén azért azt meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen a nyugdíjas élet, és hogy sikerült átevezned a nagyon aktív, ezt én tudom intézményvezetőként is, te a nagyon ott voltál, szívvel, lélekkel csináltad, nem fokozatosan, hanem egyik pillanatról a másikra vonultál ki tulajdonképp a vezetői feladatokból, és én tudom, és ennek nagyon örülök, hogy vannak azért tanácsadói, szakértői feladatai, tehát azért a szakmában maradsz. Miként éli meg az ember a nyugdíjba vonulást ma így a 21. században? Furán. És vegyes érzelmekkel, azt gondolom. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor én 2020-ban a COVID-nak az első hullámát végig vezetve abban a nagy intézményben, és nem lehet ilyet mondani, hogy szerencsésen megúsztam, mert voltak veszteségeink nekünk is, és ebből szerintem senki nem jött ki jól ebből az első hullámból, meg aztán végképp nem. De talán vezetőként megtettem, amit csak lehetett a kollégáimmal együtt, hiszen már akkor is akkora létszámhiánnyal küzdöttünk, ami kezelhetetlen volt szinte. Talán menekültem, nem tudom, tehát volt egy olyan érzésem, hogy most az utolsó pillanat, amikor még tiszta szívvel magam felé el tudok jönni, úgyhogy befejezem azt a pályát. Viszont erre nem lehet jól felkészülni, bár tudom, hogy vannak kollégák, akiknek ez sikerült, de... Iván professzor előadás sorozatot is szentelt anno, Isten nyugosztalja. És abszolút egyet is értettem, hogy aki aktív korában meg álmodja, hogy mit szeretne és hogy szeretne csinálni. Csak akkor, amikor az ember elgondolja azt, hogy nekem nagyon-nagyon szerencsés volt a pályafutásom, ez az talán az életrajzomból is kitűnik, hiszen majdnem a 44 éves szolgálati időmből közel 40 évet első számú vezetőként dolgoztam, de ha annyit nem is, 35-öt biztosan. Most, hogyha ezt az időszakot úgy éli meg az ember, hogy a döntéseinek súlya van, hogy úgy lehet jelen ebben a segítő szakmában, hogy tevőlegesen is hozzá tud járulni az embereknek a boldogságához. Nagyon nehéz úgy távolságtartóan, vagy esetleg egy más beosztásban, vagy más funkcióban ugyanúgy jelen lenni. Azt mondtam, hogy hát akkor minek jöttem el, akkor maradtam volna ott, ahol első számú vezető voltam, hiszen nem kényszerített erre engem senki. Tehát valahova elmenni más sothegedűsnek már nem akartam. Nagyon sok elgondolásom volt, ugye, hogy majd akkor magánszférába alkotok valamit. Ehhez most már így utólag azt mondom, hogy hála Istennek, a családom mindig megóvott, mert azért kockázatos, a mai napig is kockázatos egy magánszolgáltatónak úgy az anyagi finanszírozási feltételeit is magán viselni, mint mondjuk, amit én nem éltem meg, mert mindig volt fenntartom, és ő neki volt a finanszírozása gondja, nem csak az enyém. Pláne, ha minőségi szolgáltatásban gondolkodsz. Egyértelmű, már pedig másban nem tudok, mert ha valamit csinálok, akkor az csak tökéletesen lehet. És hát a szabadidő, hála Istennek, én azt mondtam, hogy ilyen sikeres pályafutást is csak úgy lehet végigcsinálni, hogyha az ember tudja, hogy amikor hazajön, akkor azért megértik, amikor itthon szükség van rá, akkor tényleg szükség van rá. Hála Istennek nincs úgy szükségem rá, mert a gyerekeim önállóak, felnőttek már, unokáim is nagyok már, de nagymama mindig jó, hogyha ott van. Tehát az a szabad kapacitás az azért leköthető azzal, hogy 2 éves lesz holnap az unokám, és akkor vele is több időt tudok tölteni, mert ez az egy hiányzott az életemben, hogy azért felnőttek úgy a gyerekek, hogy
hát az anyu az mindig az otthonban volt, vagy a hivatásában volt, kérlek attól férjemnek szoktam mondani, hogy és hányszor volt tehát ez szülő értekezletem, mert én úgy emlékszem, hogy mindegyiken én voltam, de természetesen nagyon sokat segített a háztartásban ahhoz, hogy én vezetőként, első számú vezetőként is meg tudjam állni a helyemet, szerepemet, de itthon családanyaként sem éreztek hiányt. És hát, ahogy mondtad, és a két unokád is igényel téged, és te is igényled őket, és ez így van, az idő egy része, ez biztos, hogy rájuk fordítódik. Hát ehhez nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk, és hát nyilván az érdekvédelemben, meg különböző szakmai tapasztalatok megosztásába maradj velünk, és köszönjük szépen, hogy itt lehettünk és beszélgethettünk. Én gratulálok az elgondoláshoz, és bízom benne, hogy sok szakmában dolgozónak ad talán a mi általunk elmondottak kapaszkodott erőt, reményt. Hát szép ez a szakma, is érdemes csinálni. És én is azt remélem, hogy ezek az alszpoétikák, ezek fölfűzhetők azért majd egy ilyen gyöngysorra. Drága hallgatók, kedves kollégák, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és Isten áldjon titeket! Mert ne feledjük, az elismeréshez először ismertség szükséges, a megbecsültség pedig az önbecsüléssel kezdődik.